Már röviddel az átadás követően érzékelhető volt a forgalom növekedés a Nyírcsászári és Nyírdás közötti felújított úton. Nem meglepő, hogy az utóbbi években többen inkább kerülőt tettek. Az összekötő út ugyanis szinte teljesen járhatatlan volt, szükség volt az újraaszfaltozására. A 2,2 km hosszúságú szakaszon a Magyar Közút Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóságának szakemberei több mint 3 héten át dolgoztak, ez idő alatt pedig mintegy 1600 tonna aszfaltot dolgoztak be. A kivitelezés munkák során a patka az újraépítésre került, földpatka került kialakításra, de a kisugarú ívekben ezek a földpatkák martaszfalttal kerültek megerősítésre. Az új burkolatot, tartós burkolati jelekkel láttuk el, hogy a lehető legtovább szolgálják az itt közlekedők biztonságát. A miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az átadó ünnepségen hangsúlyozta, több évtizedes adósságot kell ezekben az években törleszteni a mellékúthálózat fejlesztésével. Orbán Balázs elmondta, a kormány kiemelt feladatként kezeli az útfelújításokat. Ez ugyanis a kis települések munkahelyteremtését és gazdasági fellendülését is elősegíti. Mi hiszünk a magyar falvakban, hiszünk abban, hogy a kistelepülési életforma 21. századi modern körülmények között is lehet vonzó. Ez csak az kell, hogy az állam ne magára hagyja ezeket a legkisebb településeket, hanem éppen ellenkezőleg támogassa. Úgyhogy mi támogatni szándékozunk minden évben minél több programmal ezeket a itt 5000 fő alatti településekről beszélünk, és azt látom, hogy a helyiek számára kulcsfontosságú az, hogy a közlekedés könnyebb legyen, hogy a települések közötti kapcsolata az épüljön, és ez számunkra egy valódi alternatívát jelent például a városba költözésre, vagy egyáltalán az elvándorlásra szemben. Ezek azok a folyamatok, amikben mi szeretnénk partnerei lenni az itt élőknek. A térség országgyűlési képviselője arról beszélt, a Nyírbátor és Mátészalka közötti vonalon különösen fontos az úthálózat fejlesztése. Simon Miklós kiemelte, ebbe a két városban Nyírderzsről is sokan járnak dolgozni, így számukra könnyebb és kényelmesebb lehet a munkába járás. A politikus hozzátette, a Magyar Falu program révén eddig nem látott ütemben zajlanak beruházások a körzetben. Egy sikeres ciklust értékelek, látok az útfelújítás tekintetében. Ugye most épül a Nyírbátori Ipari Park elkerülő út, Mária Pócson az összekötő út, és Balkány, Bökönny, Téglás között is elkezdődött az útfelújítás. Nem beszélek ugye az Érpataki bekötő útról, vagy az Ömbölyi bekötő útról. Tehát összességében azt látom, hogy a Magyar Falu program nagy lendületet adott az útfelújításoknak. Az újraaszfaltozások érintették Nyírcsászári és Nyírderzs belterületét is. A beruházás így összesen 170 millió forintba került. A fejlesztések folytatódnak a választókerületben. A Magyar Közút szakemberei még idén közel 3 milliárd forint értékben újítanak fel utakat.